A kormány azért nem akar csatlakozni az Európai Ügyészséghez, mert a kormánytagok félnek a felelősségre vonástól, állítja az ellenzék. Szerintük a legfőbb ügyész is a fideszes érdekeket kivédi. A kormány szerint a hazai igazságszolgáltatás független, a kormánynak semmilyen ráhatása nincs a szervezetekre. Különösen nagy értékre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hivatali visszaélés. Így neveznék a magyar kormányt az Európai Ügyészségen Vadai Ágnes szerint. A DK frakció vezetőhelyettese azt mondta, idézem, az ügyészség kimosdatja a fideszes haverokat, oligarchákat, rokonokat és besározza az ellenzéki politikusokat. Ha ugyanis nem Polt Péter legfőbb ügyészségének kellene vádat emelnie az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupciós ügyekben, akkor számos fideszes politikus, fideszes oligarha, rokonok és barátok lennének már rács mögött. Többek között Orbán Viktor veje, Tiborcz István is, aki, és itt idézem a vonatkozó OLAF jelentés nyilvánosságra került részét, bűnszervezetben elkövetett csalást valósíthatott meg. És nincsen börtönben Gyurcsány Ferenc se, pedig ő saját maga vallotta be összödi beszédében, hogy oda való. Németh Szilárd szerint az Európai Unió történetének legnagyobb korrupciós botránya köthető Gyurcsány Ferenchez. Szerinte a fővárosi közgyűlés jelentéséből egyértelműen kiderül, hogy hová vezetnek a korrupciós ügyszálai. Minden ilyen korrupciós szál Gyurcsány Ferenchez vezet. Itt ugye csak nem 160 milliárd forintról van szó, és most ennek a kormánynak nekünk kell majd visszafizetni 59 milliárdot. A Fidesz gátlástalanul politikai irányítás alá vonta az ügyészséget Polt Péter kinevezésével, állítja Tóth Bertalan, aki szerint az igazságszolgáltatást is megbundázná a Fidesz. Nem hagyhatjuk, hogy az önök által létrehozandó közigazgatási bíróság a bírósági eljárások megbundázását szolgálja. Koncepciós eljárások, megbundázott eljárások induljanak Magyarországon bárki ellen. Ezt nem fogjuk hagyni. Völner Pál szerint akkor nem volt kifogása az MSZP-nek Polt Péterrel kapcsolatban, amikor az MSZP kormány idején is az ügyészségen dolgozott a jelenlegi főügyész. Magyarországon az ügyészség vezetőjét a parlament választja, a parlamentnek tartozik beszámolni, és a kormányzatnak semmilyen befolyása nincs az ügyészség működésére. Az államtitkár szerint a hatóságok legdicsőtelenebb időszaka a 2006-os zavargások idején volt, amikor minden bizonyíték és jogi megalapozottság nélkül vetették be a rendőrséget.